Jó reggelt kívánok, ami nekünk már dél, éppen ebédelek. 2020. július 20-a van, az idei Alpok túránknak vagyunk a harmadik napjának a közepén. Most délelőtt volt egy etap, szétszedtem a filmet, ez tulajdonképpen egy film lett volna. Most ebben a másodpercben pakolunk össze, gurulunk lefelé, a cél a Lugánói tó. Nem valószínű, hogy oda fogunk érni, de minden esetre esemény, dús történések következnek. Szerintem érdemes lesz mindenkinek velünk tartani. Akik látták a tegnapi, mai filmet, azoknak nem újdonság az, hogy találtunk egy tökéletes táborhelyet, és ezért vagyunk ilyen nyugodtak, mert fényes nappal van, de utána 3 óra, és jól látszik, hogy akár hangoskodni is lehet, bármit. Ez elég érdekes Svájcban, itt ugye minden magánterület, valakié biztos. Ezek szerint mégse, vagy ha igen, akkor elhanyagolja. Még egy dolog, vannak gondjaink, a legproblémásabb az egy műszaki gigszer, mégpedig a bal pedálom, nem az igazi. Recseg, ropog, most is hallani, hogy nincs túlságosan jól, mondjuk úgy, hogy elég beteges hangja van. Annyit csináltunk az előbb, hogy csöpögtettünk ide bele olajat, mert úgy ugye ez van nálunk. Nem sok mindent ér, főleg, hogyha valamelyik golyó el van törve. Hát most átmenetileg próbálunk vele menni, aztán ha romlik a helyzet, akkor megpróbálunk valahol egy bringaboltot keresni. Hát ugye ezt már kifejtettem, de szerintem mindenkinek egyértelmű, Svájcban ez nem lesz a legolcsóbb mulatság. Ami ettől meg még rosszabb, hogy én vagyok olyan szarrágó, hogy megpróbálok az utolsó pillanatig menni vele, és hogyha akkor robban le valahol a hegytetőn, na akkor van tényleg gigszer. Egyébként a rántott hús, amit eszek, most már harmadik napos. Pisti hamarabb seggére vett a sajátjának, jól tette. Ízzel nem érzek problémát, én már végként sincs. Véletlenül elveszted az ízérzékelésedet, az másra utalhat. Bizony, nem mondott hülyeséget. Ugye a vírus helyzet kellős közepén vagyunk, csak azoknak mondom, akik most kapcsolódnak be. Karantén mindenhol, szájmaszk, tehát most itt tartunk. Lehet, hogy mire az adásba kerül, addigra ezt már rég elfelejtjük, már rég gyötrelmes rémálomként emlékszünk majd csak vissza rá, de most egyelőre ez van. A fokhagyma, csodafegyver, ez mindenre jó. Azon gondolkozok, Pisti, hogy ne kenjük be vele a pedált. Hát, ha megjavítja. Próbáljuk meg. Szemetet természetesen visszük magunkkal. Nagyon fontos vadkempinges túránál, ezt nem győzöm hangsúlyozni. Nem mondom, hogy túl dizájnosan néz ki, de még mindig jobb, mintha eldobnám. Indulás előtt még gyorsan szétnézünk, nehogy valami zokni vagy bármi, mondjuk egy lámpa itt maradjon, bár az már nem tud, mert azt már elhagytuk. A talaj különben nem volt rossz, jól látni. A kis felfújókkal, tökéletes alvóhely volt. És persze ne felejtsük el, hogy mindez ingyér. Feladtunk Olivonébe, indulás előtt direkt szétnéztem, hogy milyen lehetőségek lennének, akár egy kemping, hát kemping nem volt, akkor helyette valamiféle panzió, vagy ilyen alacsonyabb költségvetésű szállás. Legolcsóbb két főre 47 000 forint. Ez egy kicsikét költséghatékonyabban jött ki. A környék továbbra is rendben van. Ott voltunk fönt, csak azért mondom, mert nem biztos, hogy mindenki látta az előző részt. Ott azt a nagy kúphegyet kerültük meg, ezen az oldalán, mögötte, és egyébként pedig a bent található kanyonban is. Most pedig akkor megyünk. Először viszont rámondjuk az előző etap adatait. 34,5-öt látok itt első körben, Pisti, és akkor... 33,9, de mindegy. Jó, és akkor mondjál egy szintet. 9,85. Azonnal egészítsük ki azzal, hogy... Háj! A csajnak Willinger volt, a csávónak viszont nem. Ez így korrekt. Hát amit még hozzá akartam fűzni, hogy szint és kilométer adatokat úgy érdemes egymáshoz viszonyítani, hogy voltak benne murvás és egyéb, szinte alig járható szakaszok is. Most gurunk le Olivonéba, már voltunk kétszer, nagy valószínűséggel csak utoljára, ugyanis fájó szívvel, de távozni fogunk. A 900 fős Olivone valamikor papi üdülőhely volt, mégpedig a milánói püspökök jártak ide, nyaranta lebzselni. Hogyha körbenézünk, és mondjuk akik szeretik a hegyvidéket, azoknak ez tökéletes. A magyarok nagy része sajnos nem ilyen, ők úgy vannak vele, hogy ha évente legalább egyszer nem mártják bele a tengerbe a lábukat, akkor már allergiásak lesznek, vagy ha más nem, akkor jobb hiára Balatonba. Épp korban a tenger még annyira nem volt felkapva, sőt, tisztátalannak tartották a tengerben való fürdést. Gurulunk át a Blennión, föntről, talán így, hogy egy kicsit jövünk onnan a szurdokból. Nem sokára befolyik majd a Brennóba. Aztán a lokárnói grófok birtokába került. Biaszka 22 kilométer. Jobb a helyzet, mint gondoltam, ugyanis most jelen pillanatban csak Malvagliáig akarunk lemenni. Ott lenne egy külön program. Én azt számoltam 20-ra, így viszont nagy valószínűséggel az meg nem lesz annyira. A külön program különben a ma délelőtti programunk lett volna. A ma délelőtti programunk meg nem az volt. Tehát akkor innentől borul a terv. Erről már beszéltem, de nem csak emiatt. Tehát a Blennó völgyén megyünk le. Jelenlegi szintű 8,86, Malvaglia pedig 3,90-en van. A viszonylag kevés kilométerhez aránylag magas szint csökkenés dukál. Reménykedjünk benne, hogy ezzel visszahozzuk valamit az elvesztegetett időből, ami már fél öt. Nagyon akarok előre spoilerezni, de itt most egy olyan program lenne, amiben lenne egy függővasút, egy ülőlift is. Egy olyan szolgáltatás, ami tőlünk függetlenül működik. Van menetrend és tólig időpont, hogy meddig jár. Jól látszik, hogy a felső Brenno-völgy sem rossz, és ami azt illeti, most például egész szépen belendültünk, majdnem 10%-on. Bevallom, hogy pont ebben reménykedtem. Nem jön semmi, akkor a túra résztvevőinek a bemutatása. Itt van mellettem István Pisti, a négy lábon tekerő mikroprocesszor, aki bármikor meg tudja azt mondani, még másodpercre is, hogy mennyivel vagyunk lemaradva. A túra másik résztvevője pedig Kobrankó, a matematikai zseni, aki bármikor bárkiről megmondja, hogy hány éves, ha közlik vele, hogy mikor született. Sorban jönnek a Brennó-völgyi falvak, ez most itt már Aquila. Óriási nagy műemlék toronnyal mutatkozik be. Az, hogy olasz területen a templomok hangsúlyosak, gondolom, hogy ez senkit nem lep meg. Persze azért, akik most kapcsolódnak be, azoknak tegyük helyre, hogy nem Olaszországban vagyunk. A helyszín Ticino kanton, az egyetlen olasz kanton Svájcban. Elkövetkezendő, hát nagyjából 3 napban itt fogunk tartózkodni. Onino völgy 40 km hosszú, Lukmanier hágótól kezdődik, és Biaszkánál, ami az előbb ki volt írva, folyik bele a Ticino nevezetű folyóba. Természetesen a mi irányunk is ez, mivel hogy másfelé nem nagyon lehet menni. Vannak utak különben, de azok mind zsákutcák, illetve egy módosítást azért tennék, hogyha ott fönt a hegyoldalba fölmennénk, és ezt mondjuk itt már meg kellett volna tenni, szerintem Aquilánál. Szembe a másik oldalon vannak, ott talán lehet is látni, hegyoldalba épült falvak, és ott vezet egy út. Na most az ember azt gondolja, hogy jó, de hát akkor mászni kell, de nem, ugyanis ez az út, ez élesebben lejt, mint amilyen az. Tehát az inkább csak gerinc út, de az is lejt. De tulajdonképpen azt a szintet, amit most mi itt lebukunk, azt nem bukjuk be, viszont panoráma út szempontjából sokkal jobb lenne. Csak egy baj van, hogy most nem érünk rá, mert egyébként eredetileg arra terveztem volna. Mellettünk ez Dagnó település, ott van felfelé a váldiszója, felmegy az Adulához. Az előbb lehetett látni a Glecser folyót lefelé, legalábbis átjöttünk a viaduktjánál, a kis falu település. Az ide a nyakba épült be, mégpedig egy földcsúszamrásra, egy hordarék kúpra, amit ez a Glecser folyó alakított ki magának. Dagnó különben másról is nevezetes, ugyanis így gyártották svájciak egyik leghíresebb csokiát, a Cima Normát. Én mondom múlt időben, mert már nem, ugyanis a cég, ez egy ilyen kis kézműves cég volt, 1968-ban csődbe ment, már a családi vállalkozás az majdnem 100 évig működött, az 1870-80-as években alapították a Cima testvérek. Állítólag helyek közel még gyártanak itt csokit, és én arra gondoltam, persze, ha lett volna rá időnk, hogy csak tesztképpen megpróbálok valahol szerezni egyet. Csoki szempontból nem rossz a felhozatalunk. Akik látták az első részt, tudják, hogy meg vagyunk támogatva, nem csak csokival, hanem piával is. Bár a piának lassan most már verek a segére, a legkülönlegesebb még hátra van, úgyhogy azt valószínűleg most ebben a részben lögytesztként el is fogom fogyasztani. Mutatom, hogy itt jön szembe egy kácsér, aminek hiányzott a teteje. Elmondom, és szerintem érzékelni is lehet, azért kiabálok ennyire, hogy brutálisan nagy szembeszél van, és bár most is közel 50-nel gurulunk, de ez elég jelentősen visszatart jelen pillanatban. Márpedig igencsak számoltunk a lejtési szökkel, mert a lemaradásból, késésből nem csak alapból kell valamit visszahozni, hanem ha azt akarjuk, hogy a már a tervezett program összejöjjön, akkor meg duplán is fontos. Ettől függetlenül persze azért húzom a féket, mert István Picsi szélárnyékában, a vákumban azért én nem megyek rosszul. Nem csak, hogy nem megyek rosszul, hanem brutálisan jól megyünk, már most lassan 60-nak. Jó, de azért félkézzel egyben rizikós is. Egyébként az út nagyon látványos, és főleg a másik oldal, a jobb oldal, lehet látni végig az utat, amit említettem, amit terveztem, a panoráma utat. Erre se lehet azt mondani, hogy rossz. Nem mondom, hogy a forgalom nem lehetne kisebb, de hát mindig minden nem lehet rendben. Imádok gurulni, de azért most van bennem egy kicsi adrenalin, mert azért mögöttem itt liegnek az autók. És akkor még mondok egy fontos infót, hogy Svájcban tilos elengedett kézzel kerékpározni. Tessék figyelni, csak az egyikkel fogom, viszont nem tudom, hogy ez minek számít, mert a magyar nyelvben van olyan, hogy félkézzel. Itt viszont nem biztos, hogy van. Tehát ha úgy veszünk, akkor ez nem elengedett kéz, mert egyik kézzel fogom. Acquarossa, ez a völgy egyik regionális központja. Szó szerint vörös vizet jelent, sőt, hogyha nagyon poékodni akarnak, azt mondtam, hogy vörös iszapot, ugyanis van itt egy iszapfürdő, és a nevét is innen kapta, egyfajta földcsúszamlás után lezugott ide az iszap. Tehát van hasonlóság a kolontári katasztrófával, csak mondjuk annyi a különbség, hogy ez egy kicsikét, ott tetszek látni azt a csúcsot. Na, az volt a délelőtti programunk. Már csak ilyen háttérbe merengő kontúrként lehetett látni. Időben nem állunk rosszul, mert Acquarossa után nekünk már elviekben Malvagliának kell következnie, ami szerintem ott a völgynyakban van, és az is jól látszik, hogy brutalizálódnak a hegyek, ahogy megyünk lefelé, szűkül a Blennó kanyon. A gyógyfürdő komplexum, ez már csak részben működik, ugyanis amióta megszüntették a kisvasutat, mert igen, mert volt ide külön kisvasút is, még valamikor a múlt században, azóta igencsak leavanzsált a renoméja. Acquarossa híres a műemléktemplomáról is, de az nem itt van, hanem valahol a hegytetőn. Próbálom nézni, hogy esetleg látok-e valamit. Nem, San Carlo di Negretino, zarándokhely. 11. századi gótikus templom, és ha föntöttük volna a felső úton, ugye amit mondtam, akkor útba esett volna. Mellettünk még mindig az Adula van. Jól lehet látni, hogy ez a Brenno völgy is Glecser válta völgy. Végig a falakon, ahogy lehorzsolta, ledarálta az ős Glecser. Az előző részben említettem, hogy délfelé, főleg itt a mediterrán részen már nem nagyon vannak az Alpokban glecserek. Nem volt ez mindig így, mint ahogy a példa is bizonyítja. Jól néznek ki. Dongio, az előbb ki volt írva, és még lesz pár ilyen nagyon hasonló hangzású név, úgyhogy elnézést, nem kizárt, hogy majd keverni is fogom őket. Volt már Dandro, itt volt most Dongio, lesz majd Dandrio, és lesz Dagnó is. Ezek már velencei stílusú háznak néznek ki, vagy valami klasszikus olasznak. A ticinói építkezés az pedig inkább ez, ami baloldalt van. Ezek a robusztus, ilyen észak-olasz építmények, leginkább a meleg ellen. Svájci rám dudált. Nyilván nem tetszett neki, hogy kamerázok. Hát ettől gyorsabban akkor sem tudok menni, hogyha nem kamerázok. Bődületes a szél. Még azt sem tartom kizártnak, hogy az volt a kínja, hogy miért nem a bicikli úton megyünk, az itt van mellettünk. 36-os bike road, az itt megy, csak egyetlen egy baj van vele, hogy össze-vissza kering a települések között. Nekünk meg sajnos haladni kell. Nyilván sokkal érdekesebb lenne ott bent menni a szénhatárolók között. Nyugisabb és vadregényesebb is lenne. Ráadásul ugye, ami baj, hogy egyáltalán nem biztos, hogy eredmény lesz a vége, amiért most hajtunk. Nem akkor a mai túránk mottóját. Minél egyszerűbben, minél magasabbra. És ugye ezt hogy akarjuk megvalósítani? Na ez érdekes lesz. Most már egyre inkább érezni ezt a nagyon füllett ilyen olaszos meleget, ami feláramlik lentről, a pósíkság felől, ami persze jó, de csak akkor, hogyha nem akarunk hegyet mászni. Az igazán nagy probléma az, hogy ezekből tudnak nagyon hamar kipattanni brutális viharok. Ezt ráadásul holnaptól már mondják is. Most az van, hogy megérkeztünk. Ebben a másodpercben célhoz is értünk. Felmegyek, megnézem, hogy mi újság. Állítólag még működik, és hogy van itt egy nő. Persze már érdekes lesz, hogy még mit akarunk. Nem néz ki, talán fel akarunk menni oda a legtetejére. Itt van a menetrend. A következő a tényállás. Azt megtudtam, egy olasz csaj volt, nem igazán beszélt angolul, de azért megértette, amit akarok, hogy azonnal lehet menni, itt van a kabin, ő indítja el. Viszont egy óra múlva elmegy, mi meg addig nem érünk vissza. Tehát a csomagot nem tudjuk letenni itt, pedig egyébként felajánlott, hogy nyugodtan betehetnénk, csak látszik, hogy automata az egész rendszer, tehát ha ő elmegy, mi onnan ki nem tudunk hozni semmit. Nagyon gyorsan el kell játszanunk azt, amit tegnap, hogy találni kell valami helyet, és eldugni a csomagokat, és akkor utána felpattanunk. Egy picit logisztikázunk, itt van ez a parkoló. Pisti felment oda, beszéltünk itt egy svájcival, és pont ezt ajánlottam, miért nem dugjuk el a csomagot? Eső nem lesz, megpróbáljuk. Itt akár még a bringát is fel lehetne tolni. ki van írva, hogy privát propertá, de szerintem nem jön ide a kutya se. Le van itt ez nyírva. Tulajdonképpen akár még jó is lehetne, még árnyék is van. Csak egy baj van, olyan tüskés minden, a vadakácos, hogy ezen nem lehet feltolni a bringát, tehát magyarul be kellene hoznunk gyalog a cuccot. Ez azért olyan szempontból problémás, hogy mozognak, mennek az úton, tehát látnak, az egész nincs takarásban. Lejöttem már ide a folyópartra is, teljesen esélytelen ebbe a szedresbe. Nézést már, hogy ennyit problémázok ezen, de ez most nekünk igen nagy gond, viszont ha már ide bejöttem, akkor meg tudom mutatni a nyomvonalát, tehát onnan indul, és gyakorlatilag egy kötélen felmegy majdnem a leges legtetejére. Fölsúnyogtunk ide, felvonó mellé, kiszúrtunk ott hátul egy ilyen, körbe van véve ilyen köves sánca, szerintem ilyen díszelemek ezek, ott a legnagyobb mögött szerintem be tudunk pakolni. Tudja, meg látja, hogy mit csinálunk, de hát ugye tőle meg is kérdeztem, fel is ajánlotta, hogy maradhat, tehát ezzel szerintem nem lesz gond. Pisti, hogy mutatok? Faszául. Azt tudod, hogy kötelező, a kabinon is, úgyhogy én már felraktam, még akkor is, hogyha csak ketten leszünk. Intermaszkuláris maszk, csak mondom. Veszem, mert ezzel a pofával a csirkéket szét lehet kergetni. Anélkül is. Nagy üzemben pakolunk, egyetlen egy baj van, jött egy család, és lelépett a lift. Ezzel persze önmagában nem lenne gond, hanem csak egy kabin lenne. Erre most rábasztunk, muszáj volt ezt a szót használnom, elnézést, mert most már ideges vagyok. Talán fél óra alatt fordul meg, különben ide fogunk berámolni, lehet látni. Mondom a tényállást, villámgyorsan fölvitték a másikat, és ez oda-visszajárat van, ott zötyög lefelé az ellenjárat. Most húzunk, hogy nehogy véletlenül itt még valami kakuktojás befusson megint. Mondjuk jött egy autó, de úgy látom, hogy az helyi alkalmazott. Új, milyen gyötrelmes kis lélekvesztő, és egy kötélen megy innentől egész odáig. Ez kemény lesz. Na akkor nézzük a tényállást. Csajci egyáltalán nem tud angolul, ugye ezt már mondtam, de mindent megért. Úgy néz ki, hogy csak cash-sel megy. Sono 30 franchi. Oké, a mask is needed mask? No. 30 franyóból megúsztuk, ami nem tudman, csak simán frank. Kiderült egy érdekesség, majd menet közben mondom. Mivel úgy tűnik, hogy jól jártunk. Annyira kicsi az a kabin, hogy még a cuccok is alig fognak beférni, nézd meg. Lomokat begórjuk ide. Oké, aha. Függőlegesen lesz szakasztva. Na, akkor így már világos. Akkor ez így fog kinézni, és hát figyelj, Pisti billeg, remélem, hogy nem fog nagyon oda kattognia. Nézzük meg, hogy hova megyünk. Újúj, ez igen. Jó, és akkor ezzel kezd el állni, igaz? Oké, ciao. Ciao. Ebben a másodpercben már zötyögünk is fölfelé. Arra. Lesintsünk akkor hátra. Ott mögöttem a két bringót. Ez szép volt. Hát ugye, mert figyelj, hogy bebillegett. De, hogy bebilleg. Ezt nézd meg. Nem, úgy az egész kabin, hogy billeg. Mit számít az? Én akartam feljönni? Hát igen. Na, ha te akartál, akkor csitu van. Na, innentől egy kötélen megyünk fel a következőig, ami, hát szerintem 800 méter. Úgy körülbelül. Ugyanis a teljes táv, csak mondom Pisti, tudjál róla, szörnyűködjél, 1000 méter. Tehát most 1000 métert fogunk, 390 lent. A tetőn pedig 1400, ott van fent egy ilyen gasthouse, vagy nem tudom, egy ilyen fogadó, és az működteti. Na de mi a probléma ezzel? Hát nem, semmi probléma. A is 1000 métert megy. Jó, csak én nem szoktam ilyenekkel már járkálni, nekem újdonság. Ez egy magánlift. Általában ezeket a kis mini lifteket, ezt a hadsereg építi, mégpedig katonai célból. De, mivel nem nagyon van háború, sőt, mi több, talán 500 éve egy se volt, ezért ezeket kiadják ilyen bérbe, kis gebinbe, így van, magánfelhasználók használják. És hogyha valami balhé van, hirtelen jön mondjuk, mit tudom én, egy háború, vagy bármi, amire kell, akkor ezt azonnal visszarekvirálják tőlük. Viszont van egy kis különbség, ugyanis ezt eredetileg ipari célból építették, azért, hogy a hegyről le tudják hozni a szarvasokat. Már amint fent lelőttek. a vadásztársaság építette 1933-ban, és ez Ticino legidősebb ilyen típusú felvonója. Szóval ez a legidősebb felvonó a Ticinóban, ez nekünk most ezért örülni kell, vagy nem? Nem biztos. Ez 1933-tól 76-ig működött abban a formában, aztán később személyt is szállítottak rajta, majd csődbe ment, vadásztársaság csődbe ment, és teljesen elenyészett, lerohadt. Lent a malvagliai önkormányzat tulajdonába került, akik 1996-tól újra kezdték üzemeltetni. Ütöttem, hogy átülök, ugyanis itt valójában visszafelé van kilátás. Nem, erre felfelé én csak a hegyet látom. Különben, ha megnézed, nem vagyunk olyan túl messze a földtől, legalábbis itt. Na szóval, amit mondani akartam, hogy 96-tól aztán működött a helyi önkormányzat tulajdonában, majd megint csődbe ment. Ez a panzió, ez most 2013-tól szállt be, leginkább azért, hogy a vendégek viszonylag könnyen feljussanak Dagnóba, és fent az a falu, ahol megyünk, úgy hívják, hogy Dagnó, de még azt sem kizárt, hogy csak simán Dagro, majd fent kiderül. Pillanatra lépek, nem sok hely van, már ennyit jöttünk, és hát körülbelül mennyi, egy olyan nagyjából 6-7 perce jöhetünk, bődületes szintet nyomunk le. Hát ha most valaki esetleg oda sétálna, opa, figyelted? Itt húzott el ebben a másodpercben az ellenkabin. Tehát azt tudod, mit jelent, Pisti, hogy most vagyunk féltávol. Vagy fotóztad le tök véletlenül, vagy tudtad, hogy... Véletlenül. Akartam a... Lottozdod kéne, ma oda kell véletlen. Akartam lefotózni, erre beugrott. Most lehet látni, hogy az megy lefelé, ez jön föl, hogy milyen pillanatokon elhúzott, és ha most volt féltáv, akkor azért... Hú, kemény. Kényszer így pozogni, mert figyelhet, hogy billeg, nézd meg a bringákat. Megérem a... Figyeled? Most billegünk csak igazán. Billegünk? De még hogy? Ne törődjön. Azt akartam mondani, hogy kérdeztem az előbb a csajszit, hogy mennyire majrézzünk, ha esetleg balhéban van itt majrég, jobb? Jaj, és csak itt van. Itt van. Lehet beszélni. Lehet esetleg kommunikálni. Főleg, ha ők csak olaszul tudnak, az... Nem mondtál most hülyeséget, mert az utóbbi időben, akikkel itt kommunikálok, azok egy se tud angolul. Nem sok van. A következő billegőig még szerintem egy olyan 3 perc. Na, ott szemben már látszik egy falu, ez a rusztikus falvak egyébként, ahova mi megyünk, ezt fogjuk most megtekinteni. Ez ugyanis Svájc legidősebb hegyi kommunái, ahova mi most megyünk föl. Tehát ennek építészeti, történelmi érdekessége is van, tehát nem csak a táj miatt tekintjük meg, de természetesen a táj már most ütős. Szerintem jól látni. Ingák se voltak még ilyen magasságban. Most már alig érzékelhető, hogy jövünk föl, mert szerintem most már nagyon magasan is vagyunk a talajhoz képest. A kis nézőként nézve, szerintem a kamera már csak ilyen gyötrelmes légifotót vesz. Háttérben egyébként Biaszka van, és a Ticino völgy, ami innen ebből az irányból, jobbról folyik balra, és a két folyó ott megy össze. De szerintem fogunk ettől még majd érdekesebb panorámát is látni. Bocsokban nem takar ez a hegy. A hegy most mindjárt betakar, viszont jön ez a akármi. Nagy zutty, mindjárt. Hebeába zutty. De szerintem itt már fel is érünk a felsíki platóra. Így van. Nem teljesen, de... Aha. Ez egy kicsit simábban ment most, mint az előbb. Pisti, gyakorlatilag feljöttünk 1000 métert, és nézd meg most itt mi van. Gondoltad volna? Jó a helyzet. Egy komplett fensík van. Nem ez az út, ha arra gondoltál, mi a másik irányba, hogy megyünk befelé. Bár még az se kizárt. Itt már látszik Dagnó palatetős házaiból néhány. Most így szépen lassan megállunk, lehet, hogy ugrani kell, Pisti? Még az se kizárt. Lehet, bármi. Pisti, ezt a pofát be kellene kereteztetni. Be is vagy különben keretezve, csak mondom, körben. Úristen. A tortfálkozás már rám is rámfél, egyszerűen szarni nincs időnk, ez szó szerint. Itt ebben a másodpercben 6 óra van. És nekünk még nem ennyi volt, itt még majd mászás következik, 1600, nem is tudom mennyire fogunk felmenni, most, hogyha minden igaz, akkor 1395-ön vagyunk. Mentesítő. Aha. Valahogy így, mert azt mondta, hogy erre, és a... Látod? Eddig ez volt a leggyorsabb hágómászásunk, nem? Ja. Bringával együtt? Akkor még egy rövid műszerészkedés. Észrevehetően hidegebb van, nem? Az a jó. Leraktam a GPS-t, 1398. Ott van a napterasz, a kis étteremmel, ami üzemelteti. Sokan nincsenek. Az ugrálóvárat kipróbálnám, de sajnos sürget az idő. Nem vagyok felváltva, odáig a pukliig. Alakul a kilátás itt jobbra, meg arra tovább is. Akkor első körbe, mielőtt itt kimorfondírozunk, hogy merre tovább, mert még ez sem nagyon világos, nagy valószínűséggel ide le kell mennünk Dagnóba, megmutatom, hogy körülbelül mi várható ma, illetve most este, ott tessék nézni azt a falut. Na, az egy ugyanolyan rusztikus falu, amiből itt pontosan 5 darab lesz, és nem csak itt a hegy oldalba, hanem lent alattunk a kanyonba is. Igen ám, de valahol meg kell keresnünk az utat, vagy valószínűséggel itt fog közvetlen alattunk menni a peremen. Első körben, ami biztos, hogy fog kelleni, az a fék. Szerencsére az van, a pedállal van a probléma, az meg nem értő, nem kell, bár ez így ebben a formában nem igaz, mert lesz egy hágómászásunk itt a tetőn is. Csomagokat nem tudtuk befedni eső ellen, és itt mögöttem pedig sajnos kiláttam észak-nyugat felé, lehet, hogy nem kellett volna. Meleg cucc, esőkabát, minden van, most jövünk át ebben a pillanatban a felvonó alatt. Az út nem túl tökéletes, fel van hólyagosodva. Sajnos én is lassan fel leszek, annyira égett már a nap. Nincs igazi térképünk, az igazság. Pisti GPS-e sem különösebben áttekinthető, tessék figyelni a házakat. Rusztikus Svájc, úgy hívják a környéket. Villantás a lyukba, mert elviekben a peremúton fogunk menni. Nem tudom, hogy laknak-e itt, vagy ezek csak ilyen telkek. Itt egy fontos információs tábla, Malvaglia 19, ami azt jelenti, hogy 1000 métert, 19 kilométer alatt kell megtenni. De nem végig lejt. Dagro a legnyugatibb falu a rusztikus települések közül. Van közvetlenül a nyugati csücskén az Adula peremnek. Hívják, hogy Dagro napterasz. És hát stimmel, főleg, hogyha déli-délnyugati irányt mutatjuk. Hello! Ez már igazi vadhegyi olasz volt. Nézett is nagyon, hogy milyen nyelven beszélünk. Hol a jobb menni? Kint nagyon csúszik, és ráadásul közel is van a perem. Előtt rátérnénk arra, hogy mi ez akkor itt most pontosan, meg egyáltalán mik a tervek. Gyorsan még egy kis visszautalás a felvonóra. Mondtuk ugyanis, hogy mennyibe került. Fizettünk 30 bibircsókot, 10 volt a személyjegy, 5 pedig a bringa. Hónapjukon viszont úgy van, hogy ha nincs tele a kabin, tehát nincs meg a 4 fő, akkor 2 fő csak abban az esetben visznek, hogyha kifizetjük a 2 plusz jegyet is. Be is kalkuláltok, mondom, ennyit megér. Hát ehhez képest most nem számolták fel, csak pontosan azt, amit felhasználtunk. Ez kellemes meglepetés már csak azért is, mert nem alkudtam. Üdötöttem, nem alkudok Svájcban, nem égettem magam. Itt nincsenek ehhez hozzászokva. Csajszi sem volt annyira nyelvügyileg a helyzet magaslatán. Nagy részt lejtmenettel számolunk. Szerintem ez érthető is, hogy miért. Kisebb nő puklik, főleg itt ezen a részen mindenképpen várhatók. Már látszik a következő rusztikus falu, itt rögtön a mi oldalunkon, Anzano, és ott szembe pedig madrának lehetnek a felsőbb régiói, ott is van néhány darab ház fent. Jó hír is, visszajött az aszfalt, mondjuk nem tökéletes. Ha valaminek tökéletesnek kell lenni ezen a helyen, az például itt mellettünk ez a táborhely, de erősen le van kerítve. Egy fotót találjál. Én egy picit lejjebb gurulok. Itt például nincs kerítés, szerintem jobb lesz, Pisti. Nagyon a peremen megy az út, úgyhogy első fékkel elnézést, de csak óvatosan. És most ráadásul el is kezdett begyorsulni. Látszik a falu innen fentről, hasonló kaliberű, mint a másik. A nap különben tökéletes helyről süt, pont végig a völgyön, ez nekünk fototechnikai szempontból teljesen rendben van. Csinálok akkor egy fotót. állót is. Kiültünk egy kicsit a panorámában gyönyörködni, mert most már aztán tényleg van. Első körben akkor megmutatom, hogy itt van. Nem, mivel térképünk nincsen, ezért csak tippeljük, hogy ez lehet Anzano. Nagyon öreg zakkant település, ott az lenne a templom, már csak a tornyából ítélve is. És még egy dolgot mutatok, hogy ott a kapu. Ugyanis ezek nagy valószínűséggel magánterületek, úgynevezett Maienstrasszok, ezt majd később megmagyarázom, hogy ez pontosan mit jelent, és a nagy részük már nem az eredeti tulajdonosoknak a tulajdonában van, hanem ezeket többnyire külföldiek, illetve gazdagok vásárolták meg, ilyen különlegességnek, kuriózumnak. És akkor nézzünk szét egy kicsit a másik oldalon. Rá közelítek oda. Ott van néhány ház. Kicsit vissza. Húzunk feljebb. Ott tessék figyelni. Megint közelítek. Hasonló, mint ez. De nem ennyi volt. Menjünk feljebb. Mondjuk ott. Az se semmi. És akkor most nézzük meg az egészet egybe. Pisti, szerinted hogy mennek oda fel? Szerintem helikopterrel. Az, meg gondolom annak idején mi, 1524-ben. Az ufók vitték. Ah, csak az lehet. Még egy dolgot észrevettünk. Szerintem, ha így egyben látszik a hegy, akkor nagyon határozottan látszik, hogy a fenyősorok úgy néznek ki, mintha mesterségesek lennének, nem? Elég komoly munka lehet, azért a svájciakból sok mindent kinézek, de ezt azért nem. Hát, a természet nagy művész. Az egyszer biztos. Viszont jön egy autó, ez elég furcsa, és hogy el fog-e férni itt a bringám mellett, ez jó kérdés. Húzunk lefelé, eléggé húzom kell féket, úgyhogy koncentrálok közben az útra is, és akkor közben mondom, illetve kérdezem inkább a nézőktől, Pisti nem hallja, úgyhogy tőle nem, hogy miért volt erre szükség? Mi értelme volt ilyen lehetetlen helyekre építkezni, itt élni? Hát hülyék ezek? Ezt a helyet úgy hívták, hogy Garei, úgyhogy még nem vagyunk Anzanónál, viszont elfogyott a jó minőségű út. Még egy dolgot mutatok közbűség, tessék figyelni a bicikli jelzőtáblát. Van mind nálunk, hogy csak így simán így a biciklis így vízszintesen így teker, mint ahogy én. A táblán nem. Lehetett látni, hogy így majdnem egy keréken így felágaskodva tekert. Miért is van ez? Nincs vízszintes. Ha valaki bringázni akar, akkor csak vagy felfelé megy, vagy lefelé. Szerint ehhez idomították a táblát is. A falvak környékén aszfalt van, a többi helyen meg múrva. A teljesen jó minőségű múrva, és most szerencsére még vízszintesen is megy, tehát nem problémás a fékezés. Újabb kukucska következik. Ettől vettem észre. Ott. Talán látni. Új versenyző jött a képbe, a tó. Mert hogy az is lesz. És leszünk ott is. Fent a hegytetőn megint ház. Bizony, ott van a tó, Baccino de Malvaglia. Az 700 méterre van lejjebb, úgyhogy addig még van egy kis idő lamentálni a látnivalókon. Például ott egészen fönt fölöttünk, az Adula legmagasabb csúcsa, a Rheinwald Horn, éppen most tűnt ki a képből, de fogjuk látni. Oldalt a Kaigula hatalmas bazalt sípkái letörései látszanak, és most látszik a tó is. Hát ide tényleg igaz az a mondás, hogy nem érdemes labdázni itt fent. Mert ha véletlenül elgurul a labda, akkor lehet sorsot húzni, hogy kimegy le érte. Térjünk már vissza akkor oda, hogy miért volt szükség erre, hogy ide feljönnek az emberek, és akkor itt ilyen borzalmas mostoha körülmények között éljenek. Mert azért ugye tegyük hozzá, hogy tél is van ám itt, és ezek az utak, ezek nem voltak ám. Ez az út, ezt a svájci hadsereg csinálta az első világháború alatt, és jó kérdés, hogy miért, mert hát Svájc nem volt benne az első világháborúba, ám, de fostak az olaszoktól. Meg egyébként a németektől is, meg minden az összes környező országtól, de főleg ezt a Ticino kantont az olaszoktól féltették. Most megint látszik a tó, picit jobban, akkor nézzünk egy ráközelítést. Van ott pár autó, és a völgyzárógát is. Mi egyébként ezen az oldalon fogunk itt az erdő alatt elmenni, mivel hát látszik, hogy körbe nem igazán van. Nem tudom, hogy most látni-e már, de ott ráközelítek. Ott a csücsökben is van egy ház. Tiszta hülyék. Fogalmam is, hogy mentek oda fel. Hegymászó felszereléssel. Itt a banda, aki előttünk jött föl. Szóval az olaszok nem tettek le sokáig, és szerintem még a mai pillanatig se arról, hogy Ticinót visszaszerezzék, pedig már mondom 500 éve, hogy nem az övék. Svájc összes peremkantonaira igaz ez. A feltelepülésnek ettől sokkal régebbi történelmi okai vannak, pedig az, hogy ez egy menekülő útvonal volt, egy búvóhely. Pillanatra megálltam, mutatom a vízesést, most nem közelítek. Szóval valamikor ugye a 14. században felmenekült a lakosság ide, mert a szaracénok a Ticino, illetve Blennó völgyét szisztematikusan fosztogatták. Ide meg valamiért nem akartak utánuk jönni. Képzelésem sincsen, hogy miért. Szerintem ez már Anzano, és akkor érdemes egy pillantást vetni megint a házakra. Az alapzat, a kerítések már újak, de jó, tetszik. Mindjárt döntést hozunk Pistivel, hogy hogyan tovább, de először nézzünk ki. Az első infótábla, talán így normálisabban el tudom magyarázni, hogy miről beszélek, úgy egyébként, mert még Pisti sem nagyon érti, tehát Dagróból jövünk. Cruzie arra fölfelé, ez egy zsákutca lesz, és tulajdonképpen ez maga a hágó. Itt van Dagro, Malvaglia. Följöttünk a lifttel, vagy a novkával, és akkor itt szépen döcögünk végig itt. Itt látszik talán a nyomvonal az útnak, Javazó volt az előbb, és szerintem itt vagyunk most Anzanóba. És akkor innen, ha itt följövünk, akkor szerintem valahol itt lesz Cruzie. És az azért érdekes, mert innen lehet jól látni a Adula nagy főgerincének, Rheinwald Horn, a csúcs, a nagy letöréseit, bazalt csípkáit, illetve ami még minket érdekelhet, az, fú, itt most nem látom, ez az oldal. Szóval feljövünk ide, Cruzieba, és akkor utána itt vissza, és akkor itt lehet jól látni a nyomvonalat, ez az Anzano szerpentin lefelé, lejövünk Dandrióba, és utána már csak a völgyvonalat követve Madra, majd megnézzük a tavat, elmegyünk mellette, láttuk már fentről, de vízközelből is, és utána innentől körülbelül majdnem egész le az aljáig, nem bocsánat, idáig, itt lesz az Onino kanyon. Tehát ez egy sziklás kanyon rész, de az út sajnos nem egészen lent megy, hanem itt az oldalperemen, úgyhogy nem biztos, hogy annyira látványos lesz, amire én számítok, és akkor a végén pedig egy nagy szerpentinen legurulunk Malvagliába. Csináltunk egy terepfelmérést, szinteket nézegettünk, szinttáblázatot, de lehagytuk a szinttáblázatot, úgyhogy ez most kihúzva. Elengedem az autót, és közben akkor letekintünk, hogy mi van a mélyben. Dandrio nevezetű település, szerpentin pedig itt megy majd lefelé. Ez lesz a következő napirendi pontunk. Először minden esetre kimegyünk oda a peremre. Valószínűséggel magát a csúcsot, tehát a Cruzie falut nem tudjuk megcsinálni, ugyanis 7 óra lesz 5 perc múlva, és ez még több mint 300 méter, ami ilyen viszonyok között még akár egy óra is lehet, és hát egyrészt még le kell érni, az kilométerben sem kevés, a másik pedig, ami igazán problémás, hogy nincs táborhelyünk. Ami miatt izgalmas ez az oldalvölgy, hogy itt most már egész szépen látszanak az Adula nyugati oldalának a gránit sípkái. Ez hasonló, mint nálunk a bazalt sapkák a Dunántúlon, Balatonfelvidéken, csak a méretek egy kicsit mások. Vízes is egész szépen látszik, és vannak ott száraz zuhatagok is. Mutatom a füvet, hogy olyan jó putlis, mint nálunk. És most éppen a vendégkönyvemben az egyik is bringás kolléganőkünk Ausztriába él, azt fejtegette, hogy azért nem mindenki pedáns gazda nyugaton se. Itt van valami csillés felvonó. Azon gondolkodok, hogy ezzel még lehet, hogy akár személyt is szállítanak. Beül a kondérba. Mutatom ezt a vadonatúj teherautót, ami látszik, hogy egyrészt használatban van, másrészt meg tényleg majdnem vadonatújnak néz ki. Éppen mondja most Pisti, hogy 60 éves biztos van. És ami érdekes, hogy még hogy hasítja itt ezeket a szinteket. Megint pihízünk, elnézést. Menet közben nem tudok filmezni, mert annyira meredek. 10% fölött van, de ha már megint jön valami, akkor nagyon nagy problémák lesznek. Hát ez talán elfér. Jó, nézzünk akkor le, megint Dandrio látszik madártávlatból, közelítsünk rá, nem sokára leszünk ott, de először még megyünk föl, még egy picit, jól látszik most már a vízesés szembe, gyakorlatilag a teljes horizontot elfoglalja, a teljes vertikális horizontot elfoglalja, bele se fér, ebbe legalábbis nem. És most majd ívesen fordulunk befelé, ez a Rheinwald Horn alá beforduló oldalvölgy. Az előző gondolatmenethez, hogy a paraszt nem kaszál, és hogy az osztrák paraszt az viszonylag ritkán kaszál, csak mikor mi ott vagyunk, és jó idő van, akkor látjuk, hogy milyen kegyetlenül dolgoznak. Különben erre magyarázat. Minél feljebb van valakinek a földje, annál kevésbé nő már intenzívan a fű. Éghajlat sajátossága. Például 1800 méter környékén már a székelyek csak évente kétszer vágják a füvet, mert nem jön gyorsan. A tényállás az, hogy nem megyünk tovább, mert ez is itt föl fog szerpentinezni. Azzal, hogy most csinálunk 3 szerpentint, igazándiból a kilátást látva sem nem fog megnövelkedni, viszont mi fogunk kidögleni, azt meg nem akarjuk. Itt a másik teherautó, Pisti. Nem hasonlít ez neked az előzőhöz? De. Tök ugyanaz. Ez katonai teherautó. Pont ezt akartam mondani. Ezek kísérletezett katonai teherautók, Saurer, svájci gyártmány, és sokáig tartotta azt a felfogást, hogy azt az álláspontot, hogy neki függetlennek kell lenni, és ha kitör valami háború, akkor mindent tudjanak saját maguk gyártani. Ezt azért már elég régen feladta, úgyhogy most már vásárolnak össze-vissza mindenhol, oroszoktól, amerikaiaktól, németektől, hanem svájciasítják, mondjuk úgy. Meg, mivel semlegesek, náluk egyáltalán nincs ebből probléma, hogy a konkurenstől, esetleg csak gazdasági oka lehet, katonai, politikai probléma ebből Svájcnak nincs. Másik oldalról meg persze az is jó, hogyha a hadrendbe állított fegyverek nem ugyanonnan vannak, mert sokkal, hogy mondjam, több pilléren állnak, sokkal kevésbé sebezhetőkkel. Pisti azt mondja, hogy addig, amíg ő nem mutat meg valamit, addig nem mehetünk el. Lássuk! Na, tehát van ez a vízesés, és végigköveti az ember, akkor gyakorlatilag a gerincen is folyik. A legtetejét mondod? Igen. Aha. És az honnan jön? Hát úgy, hogy szerintem mi csak a peremet látjuk, és még van tovább. Én arra tippelek. Hány méter lehet ez? Nem tudom, de nagyon magas. Hát ez figyelj, ez van egy 1000-es. Simán. Még lehet, hogy több is. Hát mi vagyunk annyi. Nem, hogy ezek birkóznak, vagy mi van? Figyelj már, de ezek... Mind a kettőnek heréje van. Mind a kettőnek heréje van, persze. Megy a kakastánc. Én más nem tudok gondolni. Ezek kosok, nem okosok. Aha. Ez a hátukon az a forgalmi rendszám, vagy mi? Lehet. Ebben a másodpercben indulunk. Állítólag, mikor párás, ködös az idő, akkor a felhők lejönnek, és ilyen ívben futnak végig. A helyek úgy tartják, hogy az Adula akkor fodrozza a homlokát. Nyilvánvalóan ilyen időjárás most nincs. Szerencsére most nem ilyen az idő. Nem is baj. Itt látszik, hogy kapcsolódik össze a Rheinwald Horn tőlünk bal oldalra található fala, a kis Badrakanyon, ami a kettőt elválasztja, ez pedig már itt a Kaigula végig. Ez van déli irányba. Ez a tömb az Adulának a déli letörése. Hú, lehet jönni! Csípjük az ilyet. Ennyi volt a Cruziei kitérő. Cruziéban nem mentünk fel, még egyszer mondom, még lett volna körülbelül 2 kilométer, de 300 méter szerpentinnel, és mivel most már 7 óra elmúlt, így is gázos, hogy leérünk-e egyáltalán. Hát világosban nyilván leérünk, de egyéb más problémák is lehetnek. Úgyhogy most irány akkor Dandrio, az a település, amit lent láttunk végig. Most megnézzük akkor közelebbről, ott van lent. Így tipre én körülbelül, hát 600 méter tippelek. Lejtmenetben természetesen végig. Még a peremút. Nem sokára érkezünk a szerpentinhez. Szokták mondani, hogy a környék az a csendjéről híres. Na mondjuk, hogy a vihar van, akkor nem gondolnám, illetve ha az a vízes is úgy jobban beindul, akkor meg végképp nem. De most tényleg nincs nagy hangzavar. Nagy valószínűséggel különben ők az emberi zajra gondoltak, már hogy az nem nagyon van. Ez valószínű. Voice of Nature hirdette az előbb a tábla, pont amiről beszéltem. Úgy tűnik, hogy első körben megvan a szint, a felső folyót megtaláltuk. Itt is mindenhol látszik a piros Sentiero jelzés. Ez ugyanaz a Sentiero Alto, ami délelőtt is volt a Lugánó tónál. Itt van valamiféle tisztelent a tábla. Egyrészt pizzákat, vagy mozzarellákat láttam, ilyen 15 ér. Még ahhoz képest nem is rossz. Mi újság van, Pisti? Látnivaló? A szokás. Megálltunk egy negyed pillanatra vizet vételezni. Nem tudom, látta, de hogy beintett. Így. Nem, hogy így, bocsánat, így. Nekünk? Igen. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott valami, mert ugyanis nem mindenhol jön azt értik ám ez alatt, mint amit mi. És erre tudok is magyarázatot. Ugyanis a 30 éves háborúra vezethető vissza ez a jel, akkor ugyanis még nagyjából nyilazgattak, és amikor elkapták az ellenséget, akkor ha nem akarták megölni, akkor úgy tették harcképtelenné, hogy ezt az ujját levágták. Akkor ugye már nem tudta a nyilat húzni. És akkor amikor egymással szembeálltak a hadak, akkor mindig ezt mutogattak azért, hogy mutassák, hogy ők valójában tudnak harcolni. Na most természetesen ez utána átalakult ezé, tehát hogy menjetek ti a... És akkor így fennvalott, tehát senki nem tudja, hogy mi az eredete az egésznek, hogy mitől van ez a köztudatban. Persze jó kérdés, hogy ezt a mutogatást most itt konkrét az autós minek szánta. Itt azt se kizárt, hogy nem láttam jól, most ezen már nem rugózunk, viszont meg tudom mutatni szembe az utat, ott gurultunk le. Azt is meg tudom mutatni, hogy bejöttünk a vízesés alá. Az ember azt gondolná, hogy itt már nem lakik senki. És mégis, van helyi lakosság. Hol ment fel az a nő azzal a batyúval? Eszméletlen hangulatosak ezek a helyek. Nagyon tetszenek. Autót viszont el kell engedni. István Pisti azt mondta, ő volt a nagy hoho horgász. Beszélgetett a kukatával. Megálltunk egy picit leüríteni a szennyest. Erre mögöttünk jön a nagy traktor, de olyan sebességgel, muszáj húzni, mert ha viszont elmegy, akkor meg mi nem fogunk tudni haladni tőle. Lennének táborhelyek, az biztos. Az más kérdés, hogy mivel a svájci világörökség része, ezért nem vagyok benne biztos, hogy nagyon szeretnék, hogyha itt bárki is táborozna. Itt volt annak a bödönös ülőliftnek az alsó vége az előbb. Amit fentről mutattam, olyan, mint ami a meteoráknál is van, amivel a papokat húzzák. Na, tessék. Ezek nem zavartatták magukat. Mondjuk az is igaz, hogy ez olyan, mintha campsite lenne. Pisti, campsite, kijelölt campsite volt, láttad? Tehát, hogy nem olyan sátor volt, ami át volt húzva, hanem olyan, ami nem volt áthúzva. Pisti bejegyezte, hogy semmi probléma, mert akkor csak idáig kell feljönni. Csekénk 1000 méter. Na, akkor vessünk egy pillantást a tóra. Baccino de Malvaglia, mesterséges tó természetesen, de ez is csak részben az, mert itt volt előtte is egy ilyen teber, és hát azt elmesterségesítették, ott Pisti mellett betekintünk oda, szintén néhány rusztikus ház. Na, csak elment a trakátor, de most úgyis emelkedik, úgyhogy ez nem gond. Ezek a házak furcsa módon egy kicsit emlékeztetnek engem, a Bükkben is vannak, tudod, hasonlók. Ott ugye mészkőből vannak ezek, ez pedig itt nagy részt gránit, illetve vulkanikus hegység, bár vegyes felvágott. A tó 600 méter hosszú és 50 méter mély. Itt már be van kötve az áramfejlesztő rendszerbe, a locarnói rendszerbe, de igazándiból árvízvédelmi célja van. Itt, hogyha betekintünk, akkor jól látszik, hogy gyönyörű szép színe van a tónak, az az igazi ilyen türkiszöld. Sajnos az a baj, hogy jövünk itt most már a tó nagy részén végigjöttünk, és semmi kilátás nem volt. Itt talán lesz egy kis luk, úgyhogy akkor egy betekintés. Két ága van a tónak, ott van a nagy lefolyó, és itt ebben az irányban pedig a gát. Fent itt van fölöttem az a nagy hegy, aminek a tetején ház volt. Azt mondja, Pisti talált egy épített kilátót, hát akkor ezt megnézzük. Na kérem szépen, 19 hektár a tó, és 1959-ben épült a gát, amit most éppen nem látunk. 90 méter különben a gát, tehát nem különösebben nagy. A tavat pedig úgy is hívják, hogy Black Lake. Kérdezem Pistit, hogy stimmel? Teljesen, ez annyira fekete, amennyire lehet. De van azért erre magyarázat. A magyarázat pedig a vulkáni kőzetben rejlik, ugyanis amikor holvadás van, akkor hordja befelé ezt a kiolvasztott szutykot, és olyankor fekete. Hát ezt most nem tudjuk megmutatni. Ott is ott van az a nagy centrifuga lefolyó, amit a fenti tónál is láttunk. Itt van a gát. Nincs tele a tó. Hú, milyen gejzír van ott középen. Meg lehet tippelni, hogy ez se lehet túl meleg. A gátra való lemenetel szerintem babrikos, és időnk se nagyon van már, úgyhogy csak egy fotó és akkor ennyi. Akkor egy körpászta, és megmutatjuk a befolyót. Inkább lefolyó az, nem Pisti? Nem, mert befele jön. Jön át az ótó. Szerintem be tudunk menni. Ha nem túl nagy kerülés, főleg szint, mert most már ez az, ami nyomatékban van, ami inkább nyomatékos, akkor majd meggondoljuk. Ha, szóval itt. Hú, micsoda! Csika lépcső vezet itt fölfelé. Nem tudom, hova mehet. Lehet, hogy csak a vízesést nézik meg ott, de van egy olyan gyanúm, hogy itt járnak föl, vagy legalábbis régebben itt jártak föl, mert csak ezeken a vízlefolyásokon, kanyonletöréseken lehet ám felmenni. Komplett a hegynek úgy egy az egyben neki, az úgy nem nagyon működik. Hát kihagytuk a gátat, leginkább azért, mert munkaterület ki volt írva, de hát voltak oda át autók, tehát bejárnak normál esetben. izgis, az úgy gyakorlatilag teljesen bejön a gáthoz, akár még le is pacsinthatunk a fokkal, hogyha akarunk. A fejemben van a kamera, ezt a mozgatom így, hogy most benne lesz a látószögbe, az jó kérdés. Délőtt említettem, hogy Svájc a magas vegyi építészet nagymestere, és hát azért volt idejük építkezni. A legelső mai értelemben vett modern alagutat például a svájciak építették 1609-ben. És azóta 1700-nál tartanak. És még nem fejezték be. Út a középkorba. Úgy is hívják ezt. Abszolút stimmel. Nem gyengúszirak. Már az Onino kanyonja van, mélyül mellettünk a völgy. Az Onino egyébként a Rheinwald Horn déli levezető folyója. Természetesen az alattunk található Blennóba folyik ez is. És érdekessége, hogy itt, ahol most jövünk, alattunk, itt található az Onino aréna. Ez Ticino legnagyobb canyoning pályája. Itt úgy tűnik, hogy lesz egy ki- és belátás, úgyhogy én nagy valószínűséggel akkor ebben a pillanatban állt meg a sisakkamerám, úgyhogy de nem baj, mert van másik. És akkor most tessék figyelni, ahova tartunk. Még mindig ennyi van. Ott van lent Malvaglia, megy a főút, Brenno völgye, és van hozzá, azonnal mutatom, ha visszajön a zoom, tessék figyelni, 8 óra lesz, 2 perc múlva. Elég izgalmas lesz a táborhely keresés, pici közben már ott van. Egy brutál szerpentin várható a legalján, nagy valószínűséggel az erdőbe. Hú, az istenit, és semmit se látok. Csak reménykedek benne, hogy nem jön semmi, az út is nagyon szar. Lámpám meg ugye nincs, mert elhagytam. Ott megy lefelé valami kos, látod? Hát itt alattunk, persze. Hát nem tudom, megmondom őszintén, hogy az most ott van-e vagy nem. Ráközelítek. Minden esetre nagyon öreg példány, lóg a szakálla. Elindult lefelé. Hát, van vér a pucájába. Ott voltunk az előbb, szembe. Pisti szerint körülbelül még 400 méter szintkülönbség van. Ezt szerintem berántjuk viszonylag gyorsan. Főleg, ha beizítom a sisakkamerát, mert akkor megmerem ereszteni. Hát az egyszer biztos, hogy ha fel kellett volna itt tekerni, akkor valószínűleg nem tekertünk volna fel. De az egy egész tap lett volna föl, illetve le. Óriásit fogtunk ezzel a novkával. Véletlenül vettem észre, hogy jár itt egy ilyen, és hogy kerékpárokat is visz. A felső régiókban, tehát a rusztikus Svájc néven elhíresült 5 hivatalos faluba, 1100-an laknak, hát összességében azért nem annyira kevesen. Ez a bejelentett lakosság, de hogy ténylegesen mennyien tartózkodnak itt, azt nehéz lenne megmondani, életvitelszerűen. A téli időszakban szerintem nem különösebben sokan. Akkor húzzuk be a szerpentinnek az alsó részét. Pisti, vélemény, fotó! Malvaglia egyébként a szőlő termesztéséről híres, és ha lenézünk, rögtön látunk is szőlőket, például itt is, illetve ott is. De hogy lett ez itt, meg egyáltalán a borászat? Nos kérem szépen, a középkorban kimenekültek Amerikába, és ezek a visszatelepülő amerikásoknak a leszármazottai úgy gondolták, hogy nekik akkor itt szőlőt kell termeszteni. Pisti azt mondja, mert hogy ő azt gondolta, hogy az olaszoktól nyerték. Hát olaszok ezek, nem? Hát igen, de hát akkor alapvetően kellett volna szőlészkedni. Igen, de előtte gondolom csak délikákat hajtottak. Egyébként a völgyen, hogyha hosszába feltekintünk arra, ahonnan jöttünk, akkor ott van a nyakban Acquarossa, és felette Acquatica, talán. Érdekes, hogy 8 óra elmúlt, már majdnem 9, és még csak most ment le a nap a hegyek fölött. Persze nyugatabbra vagyunk, mint Magyarország, de én azt gondolom, hogy nincs ekkora különbség, bár a penetünk se tudja. Egy viszont biztos, hogy rohadtul meleg van. Ezen az éjszakán már nem valószínű, hogy fogjuk fázni a sátorban. Hát, kövessük a fővonalat, az a biztos. Nehogy bevigyen valami zsákutcába, mert akkor éjfélre se keveredünk vissza. Azért a hidraulikus tárcsafékek így üres biciklinél azért nagyon jól teszik a dolgukat. Egyre izgalmasabb a környék növényzetileg, pálmafák. Nem rossz a panorámaút. Viszont százalékban nagyon erős. Pillanatra letekintettem 8-9 tartósan. A visszafordítók pedig nagyon brutálisak. Igen, csak fékezni kell. A teljes hágóút egyébként 18 km Dagróig, ahonnan indultunk, tehát a kabin állomás tetejéig. Szinteket mutattam, százalékokról beszéltünk, és ezt a szakaszt, ahol most jövünk lefelé, ezt 1940-ben a sereg építette. Hát ez most egy jutalomfalatka volt nekünk. Tudjuk, hogy a gurulás a legjobb a kerékpározásba. Na, mi volt ez? Az egyszer nem csomagban kaptuk meg a hágót. Már úgy értem, hogy nem mászással együtt a gurulást, hanem csak önmagában. Nem kell mindig szívni, bár azért ez az állandó rohanás, ez sokszor odavág az élvezeti faktornak. Vedlettem újatlanba, és még így is melegen van. A platóhoz képest, ami csak úgy mutatom, hogy hát valahol ott van fönt, ahhoz képest egy olyan 15 fokkal van melegebb lent. És hát gyakorlatilag a trópusi övezetben vagyunk. Jók ezek a kúriák. Komolyító hangulatuk van, mondjuk az más kérdés, hogy az állókuk egy picikét gyenguszabb. Nem tagadom, nem enne most már valami fajta melegkaja is, de nem paszta, meg egyéb hasonlók. Hiába Svájc. A konyhájukban ezek is olaszok. Most már az úttest is középkoriasodik. Szerencsére csináltak nekünk ösvényt. A cincorgókövet nem nagyon éreztem volna. A központi tér, Malvagliában vagyunk, ha nem lett volna világos, és ki volt írva a flóhia, ez kell nekünk. Felvonó, hogyha nem lett volna világos, de egyébként oda is volt rajzolva. Micsoda sikátorok. Még 300 méter. Campo, campo italiano, jé, campo italiano. Táborhely ügyben lehet, hogy jobb lett volna különben a főúton jönni, innen ugyanis a hegyoldalból nem sok mindent látni. Még nincsen 8:30, 8:30-ig meg ráérünk keresni. Egy visszatekintés Malvagliára, egyébként át fogunk rajta menni, ha összemálháztunk, mert arra megyünk tovább. Hát most ugrik a majom a vízbe, hogy vajon hát most már közel 4 órája ott hagyott cuccunk a helyén lesz-e. Nyilván, ha Romániáról lenne szó, most egy picit jobban aggódnék. Ezt kibászni itt a végén. Elszoktunk a nagy lejtőzésbe. Úgy néz ki, hogy minden oké. Kicucoltunk mindent a rejtek helyről. Most következne az, hogy az egészet fel kell pakolni a bringára, és mivel 8:30 van, ezért odébb megyünk, körülbelül fél órát találunk valahol egy táborhelyet, és utána kezdjük előről az egészet. Tehát ezek a nem kellemes részei a kerékpártúrának, viszont hajlok arra, hogy Pisti azt mondta, hogy maradjunk itt. Egy baj van, ugye ott a felvonó infrastruktúrája, a másik pedig az, hogy itt van egyszer egy út, ez a felvonóhoz vezet, de mivel a felvonó zárva van, itt már valószínűleg nem fog jönni senki, illetve van még főút. De mi van akkor, hogyha beljebb jövünk, mondjuk mit tudom én, például mondjuk ide, ez az utolsó ilyen laposabb rész, ahol még megállna a sátor, tessék figyelni, hát onnan ide látnak, de egy picit lejjebb húzódunk, mondjuk körülbelül ide, ez lenne a sátor magassága, akkor már nem. Vagy éppen hogy. De ha ide jövünk, így, akkor viszont a Mária szobor már betakar. Az ott maradt még hátra, megnézzük pontosan a nyitást. Együnk megvan, az már jó pont, hogy be tudjuk mutatni, hogy igénybe vettük a szolgáltatást. Függetlenül itt azért tilos kempingezni. Nyitás reggel 9-től normál helyzetben. Legalábbis, amikor kezelő van, mert egyébként automatán működik szerintem korábban is, meg később is. De az meg már minket nem zavar, akkor nincs itt ember. Innen nézve, így néz ki. Pisti annyit mondott, hogy és a nagy kő mögött 10 év után már ragad rá valami. Nézzük meg! Nos kérem szépen, akkor következik az úri vacsora svájci módra. Július helyzet idején a legfontosabb a biztonság. Úgyhogy maszk már felvéve, és ez azért nagyon jó ez a maszk, már többször mondtam, hogy ez intermaszkuláris maszk, hogy ebben úgy is tudok rágni, hogyha nem veszem le. Igen ám, de tessék figyelni, hogy min van nekünk. Kézfertőtlenítő Pisti, először ezzel kezdjük, addig nem nyúlsz semmihez. Finom az? Nagyon finom, én kóstoltam. Most az az igazság, hogy nem isszuk meg, mert rá van írva, hogy külsőleg, és mi követjük a szabályokat. Majd megadod. Hát nem tudom megadni, mert elpárolgott. Akkor első körben nézzük meg tételesen, hogy mik vannak feltálalva. Főétel Blue Moon típusú kék sajt lesz, agyon van rohadva. Ezt még körülbelül másfél hete vettem, mert úgy volt, hogy akkor indulunk, közben rossz volt az idő, aztán elhúzódott. Ez azóta 10-szer megoldott, elvég még nem járt le a szavatossága. Tessék figyelni a papírt, hogy hogy néz ki. 10%-os zsírtartalma van, és az mind kívül. Van itt tepi, van kolbi, van olajos hal, azok ott édességek, a csírisbabot egy kicsit későbbre tartogattam, és hagymával majd osztozunk, itt vannak a svájci különlegességek, ebből most lesz egy kis teszt, beleértve a lötyit is. Este van és már nem bringázunk, ezért akár alkoholos dolg is szóba jöhet. Kezdjük akkor ezzel. Alpenzeller, természetesen szponzori ajándék megint. 3 is lett volna belőle, de olyan súlya van, hogy szerintem inkább az üveg, nem Pisti? Úgyhogy én egyet elváltam, Pisti nem is hozott, most szépen testvéresen megosszuk, nem fele-felébe, hanem csak szigorúan 50-50%-ba. Nézzük Pisti! Meg kéne inni? Jó. Nem, hát először is, ha már megszagláztad, akkor milyen az illat? Érdekes, érdekes. Érdekes mi? Ilyen fűszeres. Mondottan érdekes. Ez tényleg jó. Mindjárt megnézzük, hogy mi van benne. Hát amit így el tudok olvasni, azt mondja, víz, alkohol, cukor, ez még oké is. És akkor van valami ilyen francia borpárlat, svájci karamell, meg ott még talán alkohol százalékot is mutat, 29 cuklikör. Tehát én szerintem valamilyen keserűre gondolok, ilyen bitter keserű, szerintem. Na nézzük, étvágygerjesztőleg biztos, hogy jó lesz. Isten fincsi, nem? Van egy olyan érdekes fűszeres utóíze. Jól mondta Pisti. Egyébként ez állítólag nagyon drága is itt. Hát ezúton is köszönjük. Ezt is megkóstoltuk. Teába is belezúgathatod azt a 4 centilitert, amit kaptál. Már én megittem előtte. Kifejezetten jó. Én úgy tudom, hogy Alpencel az város Szentpöllenben van talán, és ez az egyik híressége. Különben érdemes megnézni magát az ábrát is. Hát az Alpok az egyértelmű, van ott valami tűzivadász, vagy hegyi vadász, meg egy ilyen alpesi házikó. Stílusos. Na nézzük. Az állaga eléggé intenzív. Majdnem, hogy elmászik. De az íze egészen jó. Pisti, kulfangos kérdés következik. Ha valaki megházasodik, akkor az ugye házas. Most mi van akkor, ha egy hajléktalan házasodik meg? Baj. Akkor az hajlékos? Mert házas nem lesz, mert nincs háza. Ugye? Azért milyen fontos társadalmi problémákat tudok feszegetni. Igaz? Az igaz. Pisti kapható a hülyeségre, folytatni akarja. Tessék! Na, tehát az embernek van felesége, akkor nincs egészsége? Vagy ha van egészsége, akkor az már más felesége? Sőt, akkor az a más felesége? Szerinted tudtam követni? Nem baj. Felesége, akkor az a fele egészsége? Közben a hegyek fölött megjelent az első felhő, mára mondtak különben este felé záport. Én viszont megmutatom, hogy a sajtból kibányáztam magát a penészt. Ezt nézd meg, Pisti! Ez annyira nemes penész, hogy 3 neve van, és kutyabőrrel is rendelkezik. Kóstolj! Következik az este fénypontja, a lögyteszt. Tradicionális svájci Rivella, de Rivelláta, ezt már csak én tettem hozzá, mert olasz nyelvterületen vagyunk. És ezt kérem szépen a svájciak nemzeti itala. Hivatalosan is, de többször tesztelgettünk már nemzeti italt, emlékszel tavaly is például Ausztriába az Amdudlert. Ez a Rivella, nagyon érdekes az összetétele, most figyeljen mindenki, a fő alkotó része tejsavó 35%-ban. És a történet pedig állítólag az, hogy valami paraszt, nem tudom, ott hagyott valamit. Tehát ez egy ilyen kotyvalék, tehát hogy ott hagyott valamit megromlani, és akkor az megerjedt, és akkor ez lett belőle. És akkor ezt addig finomították, amíg egy ilyen szénsavas sütítőitalt csináltak belőle, amiben már nincsen alkohol. Egyébként 1952-től gyártják, és több színben van, ez a piros, ez a klasszik, de van például sárga, zöld, lightot is gyártanak, illetve különböző ízesítések is léteznek, mangó, karamell. Na akkor most kóstoljuk. A svájci ismerőseink, mikor ezt ideadták, direkt ilyet kértem, hogy vegyenek, azt mondta, hogy egyetlen egyszer kóstolta meg, és aztán soha többet. Hát ebből már következtetni lehetett, hogy akkor ez nem lesz valami fasza. Én nem tudom, ez sajnos egy picit már meleg, de szerintem ez hidegen nem annyira rossz. Semmi az égvilágot nem lehet érezni a tejsavóból, viszont a karamelliszt azt érezni benne, és egyébként minden más dolog, ami az üdítőkben alkatrészként benne kell, hogy legyen cukor, stb. Az mind benne van. István Pisti helyesbítette az idézetet, illetve én mondom, hogy pontosította, hogy azért oltja nagyon jól a szomjat, mert egy kortyot iszol belőle, és utána soha többet nem vagy szomjas. Akkor amíg még látni, nézzük meg a térképen a mai programot. Lehet, hogy már nem nagyon látni, de azért megmutatom. Tehát Olivonéból indultunk. Gyorsan legurultunk itt Acquarossa, Malvaglia. Lehet látni szerintem a felvonót elég szépen, így föl. Innen Lugánóból Dagróba. Egyébként most pont itt vagyunk. Fölmentünk Dagro, Anzano, Dandrio, itt Madra, itt volt keresztbe az a nagy völgy, ahol voltak a tetején azok a kis mini települések, és jól látszik az Adula körbe, ahogy fordul. Tegnapi nap, illetve a tegnapi film, inkább úgy mondom, ez is a mai nap volt, a Piszterit és a Pizmedel részt néztük, meg Lugánó tó, most elmegyek belenézem meg mindenki a második részt, és akkor itt a mai nap folyamán pedig a Malvaglia völgye, itt a kis tavacska, visszagurultunk, és most pedig a felvonó parkolójában vagyunk. A holnapi program pedig megyünk le. Hát sajnos, jól mondta Pisti az előbb, hogy villámlást látott, most pedig már hallani a dörgést is. Úgyhogy Pisti, az a dörgés, hogy nagyon hamar pakolni, és irány be a kő mögé. Egy ideig el fog tartani ezt összepakolni. Igen. Mivel igencsak dörögés jön, ezért a csoki tesztet most lerövidítjük. Kezdjük a legegyszerűbbel, lint, szerintem ezt mindenki ismeri, otthon is lehet kapni. Most a változatosság kedvéért klasszikot kóstolok. Kegyetlenül meg van olvadva, nem is tudok törni belőle, csak így maszlagolni. Ettem már, úgyhogy ez nem újdonság. Hát azt tudom mondani, hogy ez a csoki nagyon túl van favorizálva, túl van tolva a PR-ja, és ebből következően az ára is. Bőlületesen drága itt is, de azért otthon is. Tehát én 1000 forintot egy csokiért nem adok. Tehát az azért az nem az a kategória, amit én kifizetek, mert itt egyszerűen nem érnek. Azért annyira nem rossz, tehát nem mondanám, hogy gagyi. Ebben a változatosság kedvéért ilyen ropogós karamell is van. Ami viszont fontos, nekem végképp nem jön be az, hogy borzalmasan gej. Tehát, hogy túl van tolva benne a teljes rész. Olyasmi, mint a Milka. Különben azt már említettem, hogy a Milka is eredetileg a svájci volt. Na hát, erről ennyit. A többiek izgalmasabbnak néznek ki. 10 van, sunyogunk be a kő mögé. Nem, a másik oldalra. Szerintem ez fasza lesz. Itt van egy kis pukli, de majd egyengetjük. Semmi gond nincs különben, még világításunk is van. Egyrészt innen, másrészt meg onnan a villámból. Most már zárom le a filmet, ugyanis kapkodnunk kell. Mindjárt esik.